Eljött az idő. Ellátogatunk a legnépszerűbb helyekre a Fortnite OG mappon. De most itt van a legnépszerűbb helyek között is, a legnépszerűbb, a Tilted Towers. Megnézzük, hogy egy 10-es skálán a Tilted Towers-ben hogyan lehet teljesíteni. Ugye ezt a helyet senkinek nem kell bemutatni, ugye egy nagyon híres helyről van szó, úgyhogy csak a Tilted Towers-be ugorhatunk. Mehet! Na hello srácok, ez itt egy újabb Fortnite-os videó, és ebben a videóban csak a Tilted Towers-re ugorhatunk. Ugye ez a legnépszerűbb hely az egész játékban, még akkor is a legnépszerűbb hely, amikor nincs is benne a mappon. Amúgy ez a legnagyobb poén. De nézzük meg, az a legnépszerűbb hely pontosan, az a tarany, de most nem oda fogunk ugrani, mert ugye ketten vagyunk a Chris-szel, és ott azért annyi cucc nincsen, viszont vigyázz Chris, nehogy kapjanak. Oké, ugye mindig minden profi ide ugrik, meg ide rengetegen szoktak érkezni, szóval azért nagyon vigyázni kell. Ja, most próbáltam is tegnap játszani egyedül, és azonnal meghaltam mindkétszer. Igen, nagyon nehéz hely ez, mert ugye ide jönnek mindig a profik, szóval... Krisztián? Mondjad. Tessék. Let's go, pisztoly! Ja, nagy pisztolymániás vagyok ám. Tudom, ja. Azért adtam. Skacok, írjátok le a kommentben, hogy nektek melyik a kedvenc helyetek a Fortnite OG mappon. Nekem eddig nem tudom, mert annyit nem játszottam vele, hogy tudjam, de aki már játszott vele sokat, az nyugodtan leíratja a kommentben, hogy melyik kedvence. Mi ugye most tesztelészük végig az összes helyet. Hát nem tudom, eddig amúgy nem is tudom, hogy melyik volt a kedvenc helyem, nincs kedvenc helyem, mert az egyik se volt valami jó. Hát eddig a Pleasant Parkban és a Salty Springsben voltunk, de... Tehát azok közül nem tudok túl sok kedvencet mondani. Na menjünk, zúzzunk, Chris, mert ne üljünk itt benne. Jó. Mi a franc történik itt? Hú, mennyi chest? Hát muszáj mennem csekkel. Szép volt. Ja. Valaki itt üt. Jön, a hátunk mögött. Jön, fejünk fölött. Lent lesz. Van szerintem. Itt üt. Oké. Okay. Lőszer, mert is lőszerebb. Shotgun. Egy ilyen grenade launcher, azt én elfogadok. Ja, az már a baut is. Itt van valami sniper, Máté. Ez semmi autó. Sniper rifle. Igen, sniper. Ja, igen. Semmi autó. Hát ez nem annyira jó szerintem. Na, egész jó, megúsztuk eddig a Tiltedet, nem? Hát eddig eléggé. Én tegnap megpróbáltam a Tiltedet, és azonnal meghaltam. Hát ha egyedül lennék, akkor már valószínűleg most meghaltam. Mauna, de... Hát nem biztos. Na, nézzünk szét. Krisztián, elég jó helyre érkeztünk, az egy elég jó ház volt. Bár amúgy kicsit nagyobb ellenállásra számítottam, mert ezek jó pancserok voltak, akik ellenünk voltak. Hogy én is nagyobb ellenállásra. Kék pisztoly. Az jöhet is. Hopp, bush. Azért a bust az főhúzom, nem igaz? Igen, mert az egy ingyen lövést el. Igen, elvesz egy ingyen lövést. Melyik jobb, a sima pisztoly, vagy a suppressed pisztoly? A sima az jobb, nem? Hát a suppressed az ugyanaz, mint a sima, csak ezért. Csak suppresszelt. Szerintem nem, más, kicsit rosszabb. Ott van valami kék cucc. Ezt megtanultam egyébként, hogyha ott azt így megnyom, akkor meg tudom nézni, mi az. És az egy plusz grenade, az nem kell nekem. Mi az? Let's go! És szürke izén van. Szürke SMG-m. Szóval ez most nagyon jó fog jönni. Jó van. Ha néked tetszik, akkor nyugodtam. Én nagyon szeretem ezt a nagypapát, mert ugyanolyan, mint egy SMG, csak sokkal jobb. Aha. Én a pisztolyt szeretem. Ezt már veled beszéltük, Máté, de mégis kacokkal nem. Nekem ma folyamatosan le kell nyomva tartanom a kattintást, akkor nem tudok célozni, mert nagyon lenyomom az egeret a kezemmel. Aha. És én azért csak a shotgunnal tudok lőni, meg a pisztolyjal, ahogy csak így nyomkodom az egeret. Hát, Krisztián, ez nem volt valami nagy dalag itt ki pucolni, hát három ember volt ellenünk, ja. Mind a három eltűnt az éterbe. Nem jöttek valami sokan ide, nem azért mondom. Igen, mert most nem volt távol. Ja nem volt távol, pont hogy közel volt most a Tilted Towers. Érdekes, ja. Mert tényleg sokan szoktak jön a Tiltedbe. Kék autósoti. Let's go. Na. Hopp, ez is jöhet. Most már full kék fegyverem van. Egész jó főt. Ja, nekem is full kék fegyvereim vannak. Sőt, még egy kék grenade launcherem is van, szóval. Ezt a mai. Plusz. Ja. Most már el kéne gondolkoznom nekem is azon, hogy jobban játszik egy kicsit Fortnite-tal, mert
Sokkal jobb helyezés. Hogyha én úgy játszanék, mint te, akkor sokkal-sokkal jobb helyezéseket tudnánk elérni. Azért annyira nem játszorosabb. Valaki itt hoppá, itt egy hunting rifle. Márti, itt kell? Jönnek, itt vannak. Ott voltak, bementek a ház mögé. Rájuk megyünk? Meglőtték hunting a rifle. Foci. Igen. Azt is berakták? Persze, hát az van. Csak nagyon ritka. Fölmentem a háztetőre. Ja, én is. Igen, csak ők nagyobb, nekik nagyobb a ház. Ott van a ház, ott voltak, igen. Láttad? Itt van egy nagy pajzs, Máté. Három van nálam. Jó. Ott van, ő is bakor volt. Igen. A kis szemétláda. Ja, szerintem meg kéne őket támadni. Ketten voltak? Hát szerintem ketten, hát gondolom. Hát menjünk át arra a házra. Ott volt egy stinky bambat, nyomadtak oda. Láttad? Menjünk át ebbe a házba, gyere. Megyek. Nem fog lemenni életem? Nem, jó. Itt lesz fölöttünk. Igen. Vagy esetleg alattunk? Ketten vannak. Itt kell felmenni. Leestek. Jó, már elmentek innen. Ja. Bejjettek tőlünk. Kikerültek a kis... Ott repül valaki. Szemetek. Hol van majon? Szerintem elmenekültek. Nem. Egyre közelebbről hallom őket. Ott van. Hát ezzel nem lehet lőni sajnos ezzel a burst rifle-lel. Ja. Azt a hülye nem, nem sebződtem, mert lepattantam egy másik fal részről. Aha. Viszont menjünk le, és akkor még lootoljunk, mert biztos van még lootolási lehetőség. Eddig nekem hogy tetszik? Nem, így nem csapattal... Az a baj, nem tudjuk így megnézni, mert így nyilván OP lesz, hogy nincs itt senki. Ja. Nem tudtuk így megtapasztalni rendesen Tiltidet, mert nem jöttek ide sokan. Igen, mert ez általában nem így szokott lenni, de mindegy. Majd megnézzük következő. De az is lehet, hogy már más a játékos állomány, és nem tetszik annyira az embereknek a Tilted Towers. Nem? Az hát ki lehet. Tudja, de nyilván ez nem. Ez nem így van. Mert ugye azt sem felejtsük, hogy ez zero build, szóval hát lehet, igen. A zero build-es közösségnek más helyek tetszik. Mások az elvárásaik. Ja. Tudtam, hogy itt lesznek! Tudtam! Francba, ezt nem hiszem, elmondom, itt van két bakor, mondom, tuti ez lesz az a kettő. Mi az a... Jaj! Nem hát is láttam. Nem hiszem, a kis szemetek, hogy bekempeltek oda. Na, akkor második próbálkozás, most remélhetőleg többen fognak ide jönni, vagyis hát én nekem jó, hogyha nem jönnek sokan. Tegyél, de, Máté. Hogy? Tegyél helyet. Jó, nekem jó, hogyha nem jönnek sokan, de azért nyilván így... No, tölts! Ah! Mi van már? Itt van valaki. Nem igaz, hogy nem igaz. Ezt nem hiszem el. Hol vannak? Valahol itt. Ide jöttek hozzánk, le kéne őket ütni. Hol vannak? Egyet lelőttem. El kell kapjuk őket, Máté. Jó. Itt vannak alattunk valahol. Gyere ide! Itt van alattam! Leestem legalúra! Szép volt. Hol? Az mi a franc? Valaki itt lövöldöz. Aha, másik ablakból szerintem. Vagy a tetőről. Ott áll kint. És belelő a falba! Meghalt. Meghalt, let's go! Én is a másik az lent van. Beült inni. Ledobtam a stinkit. Megiszom ezt a csagot. Ó, és lemegy a Máté, ezt megőrült. Nyugi. Csak körülnézek. Itt vannak. Hát jó, körülnézed, de én nem vagyok ott. Üzd már ki a falat. Nem hiszem el! Hallott, háromszor mellé lőttem. Vegyél föl! És menj el izére. Ott jön, itt van! Zúzd le! Hajj már meg!
hogy érkezik alattam és előttem valaki? Ezt mondja már meg. Pontosan úgy. Meghaltam. Gyere ide. Várj, lemegyek akkor oda hozzád. Hát jó, csak hogy kim voltam is. Oké? Neked mi ez a egy csákány amúgy? Ez tökkinek. Hoppá, szkár. Jó, persze! Jó van. Itt van. Itt van mellettem pont a kuka mögött. De ho... Hát, hát igen, azért látszik, hogy ez már nem az első kör, mert akkor senki nem jött ide, most meg teli van ilyen prókkal. Viszont azt már most észrevettem, hogy epic lootot lehet itt találni. Nagyon durva loot van. Máté, tudod mi a baj? Mi? Az a baj, hogy nem oda megyünk, ha én mutatom. Úgyhogy jó, akkor mutasd. Na nézzük most, meddig jutunk akkor. Így, hogy te mutattad. Mi a franc? Miért nem látok senkit? Oké, és már volt van egy... Volt kis pajzsod? Nem. Mert itt volt egy kis pajzs, hova tűnt? Ja, azt fölvettem. Ja, jó. Oké, és van. Csága, azt cságat meg is iszom. Valaki írta a kommentbe, hogy azt akkor itt meg, amikor kevés életed van. Jó, de a fullos pajzsot ad, akkor miért innen meg akkor, amikor kevés életem van. Most már fullos is lesz a pajzsom, amint megiszom. Ja. És lehet, hogy nem is lenne fullos pajzsom körülbelül meg, vagy öt körülbelül percig. Sose. Máté, eddig nem? Haltunk meg úgy, hogy nem külön voltunk, mert állandóan külön vagyunk. Nem mindig külön voltunk eddig, mikor meghaltunk, úgyhogy szerintem az itt problém, hogy mindig külön vagyunk. Nem a legjobb kéne helyen vagyunk. Kéne tudnom, menjünk át egy másik házba. Hopsz, nagyon megy a lövi. Na, megy a lövöldözés, ott van cuppanós. Most megint nem jött ide senki, legalábbis én úgy látom. Szóval ez fura, mert egy nem fura, hanem hogy kicsit érdekes, hogy csak akkor tudunk bármit is csinálni itt, ha nem jön ide senki. Hát, macski, a béna vagy. Valaki itt cuppangatódott? Most jön. Itt van! De megint rá rohansz egyedül! Tudtam! Hát, oda kell mennünk. Az a hát hiba az arra. Annyira? Tilted Towersnek az ikonjára. Jó, nem fog tudni oda érkezni. Jó, mindegy, akkor nem menjünk oda. Hát most már mindegy. Most már oda megyek. Akkor menjünk a mögötte lévő házra. Jó, mindegy, akkor megyek én is. Hát, ennél rosszabb bús érkeztünk még. Hát... Én nincs itt fegyver! Az érkeztünk már rosszabbul. Itt van egy csicska. Jó, nekem még kell fegyver. Jó, itt van pajzs. Hol van már hülye fegyver? Ott van valami. Mi a franc? Mi a franc? Mi volt ez? Ezt láttátok? Máté, itt jön az utcám. De sebződj már! Lapgol, mint az állat! Hallod? Nem azt csinálja, amit mondok neki. Gyere be, gyere be, gyere be! Ott van. De miért nem sebződik? Hát nem tudom, igaz mi volt már. Ez, hallod? A shotgunra voltam váltva, és a csákány volt a kezembe, és utána egy visszateleportáltam, és már így a fele életemet levette csákánnyal valaki. Na menjünk most akkor arra a toronyra, amit mondtál. Próbáljuk meg. És hát egy kicsit bele kell húzni, Krisz, mert ez itt nem valami jó, meg ki sem jutottunk a Tilted Towersba. Ja. De hát nyilván, mert ez a legkompetitívebb hely. Jó, itt két chest is van azonnal. Franzba, te lőtted? Én lőttem valakit. Aha. Már én is lőttem. Jó, ez elég jó az a tarany, mert három chest van rajta. Na! Ezt te voltál? Igen. Jó. Oké, na let's go! Oké, most jó fogunk alakítani. Én merre jöttem be, nyugi. Jó, hát én ott voltam, mehettem. Zöld, ezért. Hát, ezért ezt fölveszem. Vagy neked kell a grenade launcher? Nem. Akkor fölveszem. Itt van egy lila suppressed. Juhu! Az jött is. Még egy normális fegyver. Először a videó történelmében. A videó történelmében. Na, nekem egy normális shotgun kell. És ja, ennyi. Hey, itt van pince. Mm. Valaki itt üt valamit.
Berárjó. Itt vagyok benne, de ott lő valaki onnan a tetőről. Nem tudom, hát. Hoppá, megöltem valakit. Megöltem még valakit. Let's go. Hát elég jó az a grenade launcher. Nyugi, megöltem őket. Jó. De azért lehetnek még itt mások is. Itt van egy jó sok pajzsi-majzsi. Itt van egy kék scar. Oké, és itt van kék SMG is. Azért az a grenade launcher az nem rossz. Ja. Láttad, hogy megöltem őket? Mind a kettőt az öltem meg. Itt az tényleg nem rossz. Na, lootaljunk egy kicsit. De szerintem, hogy azt itt van rengeteg chest. Nekem lőszer kellene. Máté, itt van ilyen cuppanós az is. Az nem kell most. Jó. Gyere, vedd már fel a cuccokat, hát itt van a scar, meg minden. Ja, nekem meg mi van itt? Legendary hand cannon. Ja, bocs. Lőnek. Ja, de nekem az asszó. Nem, az összes szar amúgy. Az a burst rifle se jó, de még mindig jobb, mint ezek amúgy. Itt van két rakétavető. Ja, az jöhet. Nem tetszik nekem ez a lövöldözés. Nekem se. Oda richtelünk hozzájuk? Hapat volt a bal oldalt. Hol? Ott. Jó. De miért a fának a szélén lévő ágat jelöli meg? Ott. Jó. Itt vannak fönn valahol. Fölmenjünk hozzájuk? Igen. Van nála cuppanós? Nincs. Akkor riftezzünk? Nem. Jó. Csak menjünk fel, sem nem. Ott vannak. Jó. Most ölténk meg. Miért még mindig a izét megy? Na végre. Szép volt. Ja, táncoltam egy kicsit neki, aztán utána megöltem. Szép volt, szép volt. Van valahol pajzs, mert nekem, én teljesen halott vagyok. Vissza van, igen. Gyere. Jó az a hand cannon, csak el kell találni a másikat. Ja, itt van például egy healer. Az jó. Ott van egy chest, de menj oda vissza, ahol voltak azok a lootok. És ott lesz. De hát, ha nyitok most egy pajzsot. Megnézem. Nem, egy medkitet nyitottam. Jó, okay. Egész jól állunk most. Itt van alattam egy chest. Az a baj, hogy annyi jó fegyver van most, hogy nem tudok nem elhozni mindent, és öt helyemen fegyver van. Mert a sniper is nagyon jó, a rakétavető is nagyon jó, szóval nagyon sok mindent tudok hasznosítani. Igen, kell pajzs, mert null pajzs. Jó, itt van, gyere. Itt van egy nálad grappler. Nincs ilyen cuppantós dolog? Hát van, most találtam egyet, de nem hiszem, hogy kell, mert mondom, hogy most olyan jó fegyverek vannak nálam, hogy nem akarok semmit lerakni. Mert a rakétavető is, a sniper is nagyon jó, de akkor lehet az SMG-t lerakom. Csak az a baj, hogy ezt hát nem tudom, nem merem. Vagy egyet elhozhatná, vagy a rakétavetőt, vagy a snipert. Hát jó, csak nálam is hát három fegyver van, meg két mobility. Szóval sajnos nem tudom elhozni. Máté! Most milyen? Teszem be! Hát nézd már a térképre! Ajaj. Végre elhagyjuk a Tilted Towers. Kijutottunk a Tiltedbe. Hát még nem, mert még a úton kifelé megölhetnek. Szóval akkor szerezünk gyorsan egy járművet, ami itt azért is van. Itt is van. Jó. Gyorsan ki kell ütni itt azért, falat. Jó. Gyere. Újra töltöm a hand cannon-ömet. Jó, scar az újra van töltve. Let's go! Na. Hát, ha kijutunk. Jó. Megint nagyon, szinte mindig nagyon jól. Hát ez gyönyörű. Más király. Mindig nagyon jól fel tudjuk tölteni a cuccainkat. Szerinted itt ki tud menni? Na. Hát ott előbb, ahol voltál, csak a másik irányba kellett volna menni. Sehol nem lehet itt kimenni. Bakker.
akkor itt rekett. Ja, amúgy meg a Riftugóval elmentünk volna, csak. Ez most nagyon jó, hogy mindjárt indul hát a vihar. Hát erre lehet kijönni, hát most mit csinálja? A másik irányba is ki lehet, csak bén vagy. Na, ne fenj, menj a hegyre! Jó, na let's go! Ugye meg fogunk halni. Jó. Jó, túléltük és kijutattunk. Ez már egy elég jó. Ja, most először a 20. próbálkozásra. Ja. Ott mennek, látod? És me... Aj! 212! Jó, hát sokat érsz vele. Rájuk kell menni! Gyere, gyere, gyere! De most már mindegy, mert nem szálltál be. Hé, miért nem mutatja a villanását? Pattanj be, Máté! Jó, mindegy, kiszállok már a műzbe. Ne. Máté csak fejbe fog lőni. Hát jó, csak én is fejbe lőhetem őt. Hát, de te nem fogod, ő meg igen. Ennyi volt, csicska. Meghalt, akkor menjünk gyorsan menjünk oda. Gyorsan, 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 gyorsan. Metsz. Ja. Senki let's go! Jó, megöltél. Jó, megöltél. Köszönjük szépen, Krisztián. Szállj már ki! Ölt már meg! Jó. Gratulálok. Pedig most olyan jó helyzetből indultunk, hogy ez valami elképesztően nagyon jó volt. 150. Ez szép volt. Vigyázz, mert itt fel fog jönni fent a domban. Na nem, nincs ott. Nem ott van. Hát igen, mondjuk egy jó aim. Aim. Nem ártanak visz. Egy jó tudná célozni. Ha! Mi? Nem is volt itt? Hát felugrott, tehát nem láttad te. Vakdög. Hú, hát srácok, hát nem teljesítettünk valami jól, de hát érthető, mivel mi nem vagyunk valami jó játékosok, sőt, szerintem nem vagyunk jó játékosok egyáltalán. És a legnépszerűbb, legkompetitívebb helyre ugrottunk, és hát meg is látszott az eredménye, mert elég szarul teljesítettünk. 5 meccset mentünk, és 3-0-0-1-4. Én ennyiket öltem. 0-0-0-0-1. Na szóval igen, nem teljesítettünk valami jól, de... Hát nem baj, majd még gyakorolunk, aztán jó lesz. Ja, 6-at mentünk, nem is 5-öt. Igen. Szóval 3-3-0-0-1-4. És akkor nekem meg 0-0-0-0-0-1. Na szóval a Tilted Towers-ről pedig annyit, hogy szerintem nagyon jó hely nyilván. Szerintem nem. Szerintem egy jó hely, nyilván egy ilyen városi hely, meg nincs annyi növény, hogy beleálljon az útba. Meg elég jókat lehet ott harcolni, csak hát ugye ügyesebbnek kell lenni. Igazából ennyi. De én szerintem ennek egy 8-ast adok a 10-ből, mert ez egy jó hely, viszont ugye nagyon jól is kell tudni játszani ahhoz, hogy oda menjél. Uh-huh. Ja, én 3-ast adok neki, mert egy szar. És azt sem tudom, hogy mi történik, meg ki hol van. És csak így hallott, hogy szaladgál valaki, és fogalma sincs róla, hogy hol van, mert 85 emelet van mindenhol, minden város. Ezt mondom. Nem érdekel, ez én 3-asra értékelem. Attól még nem szar, hogy béna vagy, erről beszélek. Jó, akkor így az összértékelésünk az 5-10. Hát jó, hát most én ebben nem tudom befolyásolni, mert 8-at adtam neki. A Krisztián azt mondta, hogy... szarhely, mert béna. Szóval köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha ez a videó tetszett nektek, akkor nézzétek meg ezeket is, ugyanis ezek is nagyon király pöpecek. És találkozunk a legközebbi videóban. Szevasztok!